most engedtük ki a pelikánokat nagytóra. Ez egy hosszú folyamat eredménye, hiszen a kezdeti tesztelések és a vakcinázás után, most amit éppen átélünk, az a második vakcinázás utáni két hét, amikor kialakul a második vakcinázás után a védettség. Ugye ekkora madarak kiengedhetőek, de mégis vannak mögöttem pelikánok. Ennek az az oka, hogy ezt a nagymértékű állománymozgatást arra is felhasználtuk, hogy az állatokat ne kelljen többször megfogni, és akik különböző állatkertekbe elmennek a tenyészprogram ajánlásával, vagy pedig azért, mert az állományban el akarjuk kerülni a beltenyésztést, ők még itt maradnak egy rövid ideig a hátam mögött található elkülönítőben. Azt is ilyenkor ellenőriztük, hogy a madaraknak a gyűrűszáma, csipszáma az rendben van-e, és ez alapján tudtuk meghozni a döntést. Alapvetően fiatal madarak maradnak egyébként itt, azért, hogy utána ne álljanak párba a saját szüleikkel. Egy összeszokott csapat dolgozott itt az elmúlt két hónapban, hiszen sikerült egy olyan eredményt elérnünk, ami nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is kimagasló. Míg tőlünk nyugatabbra sem igen akad arra példa, hogy egy ilyen súlyos, nagy patogenitású fertőzést sikerült vesztességek nélkül megállítani. Az 57 pelikán átvészelt ezt a dolgot, nagyon boldogok vagyunk, és most már csak az van hátra, hogy két hét múlva az állomány, a vakcinázott teljes állatkerti állományból, ami 331 madarat jelent, ezek 10%-ából vért kell vennünk, hogy azt leellenőrizzük, hogy az áthangolódás, a védettség kialakulása megtörtént-e. Egyébként tudjuk azt, hogy ez a vakcina, amit használtunk, ez egy hatékony vakcina, hiszen már 2006-tól néhány évig ezzel a vakcinával oltottunk állatkerti madarakat.